Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Szakelmetál autóalkatrész. Hogy mi számít sportautónak és mi számít nem sportautónak, az örök vita tárgya. Én például MX-5-tel járok. Nem már, az nem is sportkocsi! Viszont, hogyha az MX-5 nem sportautó, akkor én a Toyota Celicát sem nevezném annak, mert például ez a generációja az a Toyota Carina műszaki alapjaimban, vagyis egy elsőkerekes szedán egy dögös bódéval. Viszont ez most itt egy GT4, vagyis egy 2 literes turbomotor, összkerékhajtással, kéziváltóval, nagy fékkel, egyenesen a rallipályáról. Ennek azért megadnám, hogy sportautó. Megint ott vagyunk, hogy a japánoknak féktelen gazdasági lehetőségei vannak a 80-as évek közepére, végére, és hát ugye tudjuk, hogy ha valaki vasárnap versenyt nyer, az hétfőn autót fog eladni, hiszen amit a tévében látunk, hogy menő, hogy gyors, hogy erős, az fel fogja kelteni az érdeklődésünket, és amikor bemegyünk a szalomba, és ott lesz egy ilyen, akkor sokkal könnyebben fogjuk majd rábeszélni magunkat a sportcsomagos Corollára, mint amúgy tennénk. Na de a WRC-ben a japánok nem nagyon mentek. Az első turbós összkerekes ralliautó az az ST165-ös Celica volt, amivel nekivágtak a versenyzésnek, és amúgy voltak is komoly sikereik. 1990-ben Carlos Sainz például világbajnok lett az ST165-ös Celicával. Na most ez itt egy ST205, a harmadik generáció, de a technika ugye nagy részt megegyezik. Egy 156.000 kilométeres japán autóbelső, megint azt lehet mondani, hogy olyan anyagból van, amit megszoktunk, de legalább az ergonómiája nagyon jó, minden egyértelmű, mindennek külön kapcsolója van, Attila mániája, a korhű és mindenhogyan passzoló autórádió. Egy dolog van, ami nekem ezt a belteret nagyon megcsinálja, hogy van egy turbónyomásmérő, ami bizony kalimpál szépen, amikor az ember nyomja az autónak. Ettől eltekintve tényleg egy szabvány Toyota autó belsőben ülünk. Szerintem, hogyha nagyon elkezdnék itt keresgélni, akkor találnék alkatrészeket, amik stimmelnek a Prius-szal. Nyilván ez egy jóval korábbi autó, 94-től készült, de a Toyota szerette ezeket az alkatrészeket tovább mozgatni. Itt van a lényeg. A 3SGE 4 hengeres, ugye ezt egy csomó autóból ismerjük, nekem a kedvencem a Toyota Altezza RS200Z-ben van, ahol egy nagyon pörgős, nagyon jó kis fajlagos teljesítményű, jó hangulatú 4 hengeres szívómotor, hát itt éppen turbófeltöltős, hiszen a WRC-be szentek, elég szerintem méretű a turbófeltöltő, amúgy 2 liter, európai piacon 241 néhány lóerő, Japánban egy picit több, 250 valahány lóerő, de vizes coolere van. Ugye ekkoriban még minden meg kellett tenni ahhoz, hogy csökkentsék a turbólagot, nem voltak még olyan finom vezérlések, meg egyéb megoldások. Viszont ha már turbólag, a Toyota adta a rally történetének az első ALS-t, azaz a turbókésését csökkentő rendszert, és volt ennek az autónak egy úgynevezett WRC különkiadás, ez egy 2500 darabos széria, ez volt ugye a komoly homologizációs széria, amin a leömlőt előkészítették az ALS beépítéséhez, valamint a hengerfejet előkészítették a vízbefecskendezéshez, és itt elől volt neki még spritzni előkészítése is a cooler hűtéshez. És nyilván ebből azt hiszem 2500 darab készült, és 2100 Japánban is maradt, tehát meglehetősen ritka modell. Európában nagyjából amúgy tényleg ez volt a csúcsváltozat, van benne egy Franco 5-ös kéziváltó, ugye ezt keresztmotor, és van benne 3 nyitott differenciálmű. Ez lesz majd később amúgy a probléma az autóval, de a lényeg, hogy a középső diffin van egy lamellás kuplungcsomag, amivel valamiféle zárást azért össze tud hozni, de ez egy elég nagy és elég nehéz autó, és ez a hajtás hát nem nagyon támogatja ezt, úgyhogy később utcán és a rallipályákon is az Impreza, valamint az Evo elég komoly erőnybe kerül, mert könnyebbek, erősebbek, és azoknak a hajtása lényegesen jobb. Amúgy van belőle olyan kivitel is, mármint a Celicából, az ST205-ösből, amiben hátul van sperdifi, viszont az meglehetősen ritka. Amiért mégis kedves nekem ez az autó, az egyrészt az, hogy gyerekkoromban, amikor néztem a rally összefoglalókat, az első emlékeim a tévéről, azok ugye arról vannak, hogy Didier Auriol megy azzal a Castrol fényezésű versenyautóval,
nagyon szerettem nézni, mert rally autók mindig olyan csúnyáskának hatottak, de ez egy szép kupé, hatalmas szárnyal, és gyerekként mit értek, minél nagyobb szárny van valamin, az annál menőbb. Na de, ehhez az autóhoz kapcsolódik a motorsport egyik legrafkósabb csalása. De tényleg. Az 1995-ös Katalónia rally után Spanyolországban a műszaki ellenőrök átvizsgálták Aureolaik autóját, és az derült ki, hogy a turbószűkítőt megbuhereltek. Ugye ezzel a turbószűkítőre azért volt szükség, mert ugye 86-ban beszántották a B csoportot, mert túl gyors és túl veszélyes volt, viszont a 94-95 tájára a rally autók megint elkezdtek kriminálisan gyorsak lenni, és nem akarták, hogy ennek a sorozatnak is az legyen a sorsa. Ezért az FIA bevezetett egy turbószűkítőt, ami semmi más nem csinált, csak a turbó által beszívható levegőt korlátozta. Egész egyszerűen kisebbett a lyuk, nem bírt rajta átszívni annyi levegőt. Na most ezzel az autók teljesítményét sikerült ilyen 300 lóerő környéken maximálni, de a Toyota mérnökei, vagy a Toyota Team Europe, a TT-je, az volt ugye a rally autók fejlesztője, Kölnben fejlesztették a versenyautókat, azt találta ki, hogy ugye ez a szűkítő egy szilikonházban volt, rajta egy-egy bilincsel. És úgy csinálták meg a rugókat, amin felfüggesztették a szilikonházon belül ezt a szűkítőt, hogy amikor lehúzták a bilincseket, nagyon finoman hátrébb mozdult 5 mm-rel az egész, ezért a szűkítőt megkerülve a szilikon manzsettán belül is tudott levegőt beszívni az autó. Ez az 5 mm nem tűnhet soknak, de 25%-kal több levegő szalad be a motorba, ez ilyen, hát szakértők szerint 30 és 50 lóerőnyi növekményt jelent. Gondolj bele, hogy tényleg van 300 lóerőd, és a versenytársadnak meg 350. Az azért már a Vácin is érezhető lenne, nemhogy egy profi kezében a rallypályán. De most állítólag sosem buktak volna le, hogyha valaki nem köp. Mert kiszerelt állapotban egész egyszerűen senkinek nem tűnt föl, beépítve pedig egyszerűen nem látszott. Jobban ment az autó. Az FIA vizsgáló bizottsága végül azt mondta ki, hogy valószínűsíthetően a versenyzők sem tudtak arról, hogy megcsinálták ezt a csalást. Na de, Max Mosley, aki akkor az FIA vezetője volt 90-ben, azt nyilatkozta, hogy számára ez volt a legkreatívabb, legzseniálisabb dolog, amit az elmúlt 30 évben látott a motorsportban, és ahelyett, hogy büntetné, valójában inkább díjaznia kéne a mérnököket, akik megcsinálták, mert hogy még a kis visszahúzó rugók is fel voltak polírozva, és nagyon míves volt az egész szerkezet, hogy a levegő akadálytalanul tudjon a csaló úton beáramlani. Hát aztán nyilván nem tehette meg, 95-ben elvette a Toyota pontjait, elvette a versenyzők pontjait is, tehát nem csak a konstruktőri, de az egyéni világbajnokságon sem volt esélyük, és 96-ban sem állhattak rajta, 97-ben térhettek vissza a rallyhoz. Delejes szárny, tényleg. Visszapillantó tükörben nagyon frankó látszik. És egy egész korrekt méretű csomagtartó, de nem ezért nyitottam ki, hanem hogy megmutassam ezt a remek merevítőt. Ezt komolyan vették, cipzározható. Igen. Ez ilyen szép fekete elokszálcsövet én nem hagynék lepel mögött, de hát muszáj, nem a miénk. És szeretném mutatni, hogy ez a mai Camera Crew autó, ugyanis az MX-öt elvitték. De hát a szerénység, az fontos. Szerintem nem csak a rallypályákon, de az utcán is érdekes. Az ugye egyrészt, hogy van egy nagy négydugós fékünk, nyilván az autó súlya meg a teljesítménye miatt kell is. Valamint a Superstrat nevű futómű megoldás. Ez ugye azt jelenti, hogy egy hagyományos autón a gólyaláb és a kerék elfordulása az nem esik egybe a kerék középpontjával, ezért amikor megtiporjuk és megjön előre a nyomaték, hajlamos kirántani a kezünkből a kormányt, ez főleg ugye elsőkerekes autóknál probléma. Na most a Superstrat az tulajdonképpen a függőcsapszeges futómű, ezt ugye a Ford is alkalmazta 2008-9 körül az RS-ben, az ugye egy több mint 300 lóerős irdatlan nyomatékű elsőkerekes hot hatch volt, de itt is megvalósították, így a kerék elfordulása egybeesik a középponttal, és nem pedig a gólyaláb körül kell lebólál, ezzel nem szüntethető meg, de valamennyire a kormányra visszaható reakciók csökkenthetőek. Ez egy elég hasznos újítás, egy ilyen erősebb elől is hajtó autóban. A GT4 valójában egy remek autó, csak nem úgy, ahogy vártam. Mert én, ugye ez is rallypálya szökevény, valami olyasmire számítottam,
mint mondjuk az Evo-tól vagy az Imprezától, hogy tényleg amikor beleállok a gázra, aktívan hátrahajt, behúzza az elejét az ívre, a seggével egy picit csúszik. Nem. Ez az autó végtelenül semleges. Megyek ezen az enyhén, vizes, nagyon szűk erdei úton, tökre adja a rallis hangulatot, néha pattan egyet a kipufogó, és ez az autó nagyon-nagyon-nagyon tág határok között kínoszható, mert tökéletesen, semlegesen tartja az ívet. És a semleges a kulcs szó, tehát nem az van, mint mondjuk egy AEC és aktív diffis Evo-nál, hogy lelépjük, és amikor megjön a nyomaték, akkor befordít a belső ívre. Nem az van, mint egy ilyen lamellás diffis RA Imprezánál, hogy elkezd szépen driftelni kontrollálhatóan. Nem, ha gázt adunk neki kanyarban, akkor gyorsabban kanyarodik. Nyilván ennek a játéknak a vége, főleg ezen az aszfalton, az az, hogy megtolja az elejét, mint egy kevésbé okos összkerékhajtással felszerelt autó, de ez nagyon-nagyon soká jön el, tehát nagyon meg kell kínozni, nagyon nagy nyomatékkal kell megküldeni, és nagyon szűk kanyarban kell fordítani ahhoz, hogy ez előjöjjön. A másik nagyon különböző benyomás az az, hogy mennyivel masszívabb ez az autó. Nehezebb, érezhetően nehezebb, de az oszlopok vastagsága, az egésznek a meressége, ez nem zörög. Nekem az Imprezában és az Evo-ban is, főleg a régebbi Evo-ban van egy ilyen pici mellékvesztő érzés, hogy nem lényegesen több körülöttem az autó, mint mondjuk egy, mit tudom én, korabeli Golfban, egy öreg Golfban vagy valami, de közben egy rendkívül erős, potens technika tépi. Na, ez is egy potens és erős technika, csak egy masszív autó van körülötte, egy lényegesen masszívabb autó van körülötte. És nincs emiatt, nincs meg az a tűz, az ember nem akarja folyamatosan szétüvegelni. Tényleg emlékszem, amikor utoljára vezettem Evo 6-ost, az Ambelli Evo 6-osát, már ötször megígértem magamnak, hogy ez az utolsó tempós kanyar, és most már hűtsük, és most már nyugi, de mindig azt éreztem, hogy ezt még tolni kell. Amikor kipróbáltam egy barátom, Roland barátom, de Impreza Type R-ráját, abban is csak gurulok egy óvatos kört a városban, na hát az egyik alagútból már keresztbe jöttem ki, egész egyszerűen, mert az autó ezt sugalták, hogy nyomni kell, tüzelni kell, rakni kell a leaparazsat folyton. Na, a GT4 nem ilyen. A GT4 vélhetően bármilyen időjárási körülmények között bárhol nagyon tempósan elmegy, de közben nem érzi azt az ember, hogy küldeni akarja. Nincs meg az a berserker hatás, hogy ezt most itt széthegedüljük. Cserébe viszont, ha az ember nagy sebességgel akar autózni, akkor csak annyi a dolga, hogy kanyarban folyamatosan egy picit tartja a gázt, hogy kapja a nyomatékot, és amúgy meg fütyül a turbó, kalimpál a turbónyomásmérő, ez az utólagos kipufogó, ez néha pattan egyet, szóval a hangulatot megcsinálja. Egy jó hangulatú beltérben ülünk, a lapos szélvédő mindig jó, belenézni a tükörbe és látni a hatalmas szárnyat mindig jó, ez a felénk fordított középkonzol, tényleg ez is tök jó, de egyszerűen nem a rallipályákra, hanem mondjuk egy ilyen hosszú-hosszú országútnak az elnyújtott kanyarjaiba tempóval belerakni, hogy havas, esős, vizes vagy száraz, az meg alapvetően mindegy. És mivel Toyota, felteszem, működni is fog sokáig, stabilan.